A rendőrök készítették a fotót a baleset helyszínén. A 40-es éveiben járó sofőr tavaly szeptemberben gázolt el idős áldozatát Szekszárdon. Éppen tolatott egy utcában, csak hogy nem vette észre a mögötte haladó 78 éves asszonyt. Így történt a baleset. Hátramenetet végzett a személygépkocsijával, melynek során elmulasztott, hogy beletekintsen a gépkocsi külső visszapillantó tükreibe. A vádlott csupán jobbra-hátra fordult a gépkocsiban, emiatt nem látta a gépkocsi mögött balról elsétáló időskorú nőt. Figyelmetlensége miatt a vádlott a gépkocsi hátsó részével elütötte a sértettet, aki ettől a földre zuhant és súlyos fejé, illetve mellkasi sérüléseket szenvedett. Az idős nőt nem sokkal később kórházba vitték, néhány nap múlva viszont ott elhunyt. A férfinek ezért halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt kell hamarosan bíróság elé állnia. Amely bűncselekmény 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az ügyészség a korábban más jellegű bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt vádlottal szemben 1 év 8 hónap végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés, 250 000 forint pénzbüntetés, valamint 4 év közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza a szekszárdi járásbíróságnál. Az idős asszonyt elgázoló férfi várhatóan 1 hónapon belül áll bíróság elé.